Politikusok, művészek, újságírók, sztármenedzserek. Páros versenyről van szó, méghozzá teniszről. Nemrégiben Valentin napi tenisztornát rendeztek, természetesen ott volt stábunk is. 16. éve töretlenül kerül megrendezésre a Valentin napi páros teniszverseny, melynek idén is a Tabáni Teniszcenter adott otthont. Az elmúlt évekhez képest ezúttal is a politikusok, az újságírók, a sztármenedzserek, valamint a művészek, sportolók 8-8 párosából álló csapata mérte össze erejét. Maximális reményekkel indulunk, ha bár az első meccs nem ezt támasztotta alá. Cipó Balázsra indulok, aki nagyon jó barátom és üzlettársam, és hát mi hetente játszunk páros mérkőzést mindig szerdán másik két barátunkkal, de hát ez egészen más, mert őket már ismerjük, az ő kis trükkjeiket, de hát itt most meglepődünk mindig, miket találnak ki ellenünk. A verseny elmondata, a Szeressük egymás gyerekek, 16 évvel ezelőtt született meg a főszervező Regőci Attila újságíró tollából, aki Seres Rezső szlogenjét az akkori politikai légkör enyhítésére kölcsönözte. Szemlátomás sikerrel, mivel a pályán pártagságuktól függetlenül jelen vannak politikusok, akik a mérkőzések szünetében leülnek kártyázni, közben söröznek is együtt, utána pedig elmennek a teniszpályára és játszanak egymással, vagy akár egymás ellen. Vagyunk, több meccsen már fölvettük. Milyen a játék stílusa, milyen kondiba van, és egyáltalán hogy érzi magát? Hát én úgy érzem, hogy remek kondícióban vagyok, a játék stílusomról arról jobb nem beszélni, és ma mindenkinek örömet szereztünk a párommal, mert mindenkitől kikaptunk. Ez minek köszönhető? Önnek vagy a párjának? Hiszen ugye Temesvári Andreától azt várna az ember, hogy mindenkit lemos. Hát a Temesvári Andrea egyedül mindenkit lemosott, de ott voltam koloncnak a nyakán én is, és így már velem együtt nehéz volt neki küzdeni. Jó az ember, szeret úgy elhagyni a teniszpályát, hogy nyer, de én nekem nem erről szól ez az egész nap. Azt gondolom, hogy sokkal jobb az, hogy ahogy az egész indul, szeressük egymást, gyerekek, érezzük jól magunkat, és persze, hogy jól érezzük magunkat, hogyha van egy olyan hangulat, és ennek pont eleget tetszünk szerintem, hogy itt vagyunk, és mosolygunk egyet, adunk egy picit lehetőséget az ellenfélnek is, hogy beüsse a labdát, pedig tudtam volna, hogy hova üssem. Tehát azt gondolom, hogy ez így jó. Szóvívők közül hányan játszanak ma itt? Hát aki a Szóvívők Egyesületének a tagja, egész konkrétan 3 ember van itt. Akkor egész szép számmal képviseltetitek magatokat. Hát ahhoz képest tényleg. Hát sajnos a politikus csapatban nincsen szóvívőnk. Mármint a Szóvívők Egyesületéből nincsen tag. Vagy talán szerencse, nem tudom. Ezt majd kivágjátok. Hát figyelj ide, tulajdonképpen ennek az a cím, hogy szeressük egymást, gyerekek. A szóvívőknél nem, mennyire... Az első meccsünk az a politikusok ellen volt, és megvertük őket. Akkor szeretitek őket. Nagyon, 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 nagyon. Milyenek voltak eddig a meccsek? Hát nem volt szerencsénk. Szerintem a játék jó volt, de az eredmény az... nem volt rossz, de ez ennek a teniszversenynek a lényege. Szerettük egymást, nem az eredményre játszunk. Vannak, akik ezt harci játékként fogják fel, mi ezt egyszerűen csak egy jó együttlétként fogjuk. Mindenki tudja, hogy én a teniszt nagyon szeretem, életem legnagyobb hobbija és legnagyobb vágya, hogy mindig teniszeshessem, és abba az is beletartozik, hogy mindig nagyon kedves barátokkal beszélünk, és tulajdonképpen itt a tenisz közben megbeszéljük egy kicsit a politikát, gazdaságot, és jobb érzéssel tudunk hazamenni. A versenybíró Kis Csaba szerint a Valentin napi teniszversenyen soha ilyen erős mezőny még nem volt. A 32 páros több mint 7 órán keresztül küzdött a győzelemért. Nem feltétlenül mindig a technikai tudás az, ami számít abban, hogy a győzelemért vívott harcban, hogy feltétlenül ki a legjobb tudású játékos, hanem sokszor a tapasztalat, a rutin, az évek óta való közös játék, például a Fazakas Harcsár páros tekintetében ők egy nagyon rutinos, összeszokott páros, és jóformán verhetetlenek, tehát igen, nagyon, nagyon jó eredményeket szoktak hozni. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon nehéz sport.
Tehát és mindig lehet fejlődni, ez a jó ebbe, hogy magához képest fejlődik, minden héten fejlődik valamennyit, és ugye vége nincs ennek a fejlődésnek, mert mindenki fejlődik ebbe a sportágban, és ezért nem tudják abbaadni. Ha nem jön közben sérülés, ez egyetlen nagy veszélye van ennek a játéknak, hogy ugye későn kezdték általában itt a tagok, és azért a sérülés az elég veszélyesebb a korban. Meg aztán a meggyógyulás onnan, tehát nehéz visszatérni, ha valaki egyszer lesérül. Volt az eddigi eredmény? Hát az a megtiszteltetésért, hogy az Úrják Csöpivel lehetek, ugye ismert sportember. Az első meccsünket 5-3-ra hoztuk itt Györgyi Kálmán úrék ellen. Tehát ez egy jó kezdet. Reméljük, hogy megpróbáljuk az összeset hozni, hogy ne rajtunk múljon a újságíró csapat győzelme. Hát azt tudjuk, hogy te nagyon jól teniszezel. Robi, milyen? Kiváló, és nagyon fejlődőképes. Mivel lehet elérni a fejlődést? Sok-sok gyakorlással, bár a partnerem kicsi túlzóan nyilatkozik rólam. És ma milyen eredményeket hoztatok? Egyelőre, hogy mondjam, egyre fejlődő, egyre jobban javuló eredményeket, és még előttünk áll a harmadik meccs, ahol a legjobb eredményt várjuk. A Hajas László mesterfodrász vezette művés sportoló válogatott mindhárom ellenfelét legyőzte. Így 2011 után sikerült ismét az élen végeznie. Mögöttük az újságírók szerezték meg a második helyet, míg a címvédő politikusoknak ezúttal be kellett érniük a harmadik helyjel. És a sztármenedzserek idén leszorultak a dobogóról. Nehezen, de a végén sikerült megnyernünk, mert 0-3 volt az a mi oldalunkról, és aztán elindultunk felfelé, és 4-3-ra vezettünk, átvettük azért is 4-3-ra. Tehát ez a fantasztikus a teniszben, hogy nem úgy, mint a fociban, hogy lejár a játékidő, hanem amikor megnyered azt a meccset. Tehát lehet valaki az ellenfélnek 5 játszmalabdája, hogyha valaki fejbe és fizikailag ezt bírja, akkor meg lehet onnan fordítani. Tehát ez a fantasztikus a teniszben, hogy valóban nincs elveszett mérkőzés. Végül nagyszerű hangulatban fejeződött be a Larus étteremben a 16. alkalommal megrendezett valentinnapi páros teniszverseny. Délelőtt a pályán mindenki nyerni akar, de a legkiélezettebb csatákat követően este a fehér asztalnál sportszerűen gratulálnak egymásnak az ellenfelek. Nagyon jó volt a hangulat, nagyon jó meccsek voltak, amatőr színvonalhoz képest igen magas röptű játék volt, és potenciális vásárlók is lehetnek, ezért azt gondolom, hogy természetesen érdemes támogatni. Üvegből csináltattunk egy tombola ajándékot, ami egy mesterlövész puska, és reméljük, hogy sikere lesz gyakorlatilag a nyertesnél. Úgyhogy borral feltöltöttük, finom nedűvel, úgyhogy reméljük, hogy egy exkluzív ajándékot sikerül majd átadnunk itt a tombola kiosztón. És a winner! The winner is... a művészsportoló válogatott. Tapsoljuk meg az egész mezőt, ez az est rólatok szól. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy egy csodálatos napnak járunk a vége felé. Nem is tudom, hogy ez hogy sikerült. Ez a csapatról szól. Én mindenkinek köszönöm a lehetőséget. A rendezvény idén is non-profit jellegű volt, a szervezők a bevételből az Afrikai Magyar Egyesületet támogatják. És ki tudja, talán valóban elindul egy új út a politikai életben, amiben az ilyen társasági eseményeknek is része van. Ó,